A nagyvejkei óvodások táncos műsorával nyitották meg az átadó rendezvényt. Palló János béláni polgármester elmondta, a gyerekeknek időszerű volt kialakítani egy helyet, ahol a 21. századnak megfelelő játékokkal tudják eltölteni a szabad idejüket. Nagyon örülök ennek a mai napnak, mert a játszótér létrejött és sikerült megvalósítani. A Magyar Falu programnak köszönhetően több beruházást kaptunk, úgyhogy több beruházást sikerült megvalósítanunk, úgyhogy a játszótér, ez most az íre a pont volt, mert ezt nagyon szerettük volna, mert gyerekek nagyon hiányolták, hogy nincs egy hinta, nincs ahol tényleg jól érezzék magukat, de most hála Istennek ennek a projektnek, hogy sikerült, hogy ezt valóra váltsuk. Hozzátette, a gyerekek már a megnyitó előtt birtokba vehették a játszóteret. Mondták, hogy ők nem bírják ki addig, hogy átadjuk a játszóteret, ők, amíg lehet, addig ők használják. Úgyhogy remélem, hogy így a családoknak is segítünk, meg hát ide jönnek a gyerekek, az unokák a mamákhoz, és akkor ők is itt jól fogják érezni magukat, mert amúgy is ez egy nyugodt falu, egy szép kis falu, ahol nincs átmenő forgalom, és itt nincsenek veszélyben. Attól függetlenül, hogy több autó van már a faluba, de mindenki óvatos, és vigyázunk egymásra. És szeretnénk, hogyha ezt a falut így meg is tartanánk, és fejlődnénk még tovább, mert több, amit lehet pályázatba beadni, azt mindent megpróbálunk, mindent beadunk, úgyhogy fejlesztjük a falunkat, és nem hagyjuk, hogy elmaradjon. Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke kihangsúlyozta, a kisebb településeken olyan beruházások valósulhattak meg az elmúlt években a falu programnak köszönhetően, amelyek a családok életminőségét fejleszti. A kisebb településeken is nagyon fontos, hogy az emberek komfortosan érezzék magukat, ne érezzék hátrányba magukat azért, mert egy kisebb településen élnek, és hát ilyennek tekintjük ezt a játszótér beruházást, fejlesztést. Örülök, hogy itt Nagybejkén is a gyerekeknek most már egy korszerű játszótér áll rendelkezésükre, és hát ezzel is a település fejlődött, gyarapodott, és a megtartó erő is erősödött itt Nagybejkén, és hát mindig arra törekszünk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, örömet szerezünk nekik, és egykor majd, hogyha visszaemlékeznek a gyerekkorukra, akkor szép emlékeik legyenek. Az eseményt a szalag közös átvágásra zárta.